a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Már csak 6 óra választ el az új évtől, jó estét kívánok! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök ez év utolsó mozaikjában. Vagy mondhatnám úgy is, hogy még csak 6 óra maradt a 2020-as esztendőből. Nem akármilyen évet tudhatunk magunk mögött, míg tavaly ilyenkor még a fülünkbotját sem mozdítottuk arra a hírre, hogy Kínában koronavírus járvány van, addig már az egész föld ettől hangos, és életünk teljesen megváltozott. És bár sok nemzetközi esemény elmaradt, például az olimpia, a járvány közepette sem állt le teljesen az élet. Amerikában új elnököt választottak Joe Biden személyében, és országunkban is 2 választást tudtunk le. És miközben a szemünket egyre magasabbra, egyre távolabbra a jövőbe emeltük, idén ugyanis elkezdődött az űrturizmus beindításának előkészítési folyamata. Eddig az élet végességét is tudatosítanunk kellett magunkban, idén talán az elmúlt évekhez képest több elismert és közismert személytől búcsúztunk. De talán így kerek a világ, ez az élet természetes rendje. Az évkerék pedig halad, ma sem áll meg, és igyekszünk mi is a hagyományokhoz igazodva vidámsággal, nevetéssel átlépni az új esztendőbe. A hagyomány szerint, ami ezen a napon történik, az vár ránk egész évben, úgyhogy tudják, a tyúk hátra kapar, a disznó előre túr, a hal és a lencse pedig pénzt hoz a házhoz. És aki ma nevet, az vidám év elé néz. Ezért a mai napra mi mókát és kacagást hoztunk önöknek, hogy ez a jó kedv kísérjen végig mindenkit az új évben. Ebben lesz segítségünkre 3 fiatal kézdivásárhelyi humorista, Dudui Vendel, Hengán István és P. Adrián, akik a Pittyes Kettes és Gyufa Humortársulat tagjai. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Köszöntünk mi is, köszönjük szépen a meghívást! Mielőtt belemelegednénk a beszélgetésbe, rögtön nézzünk meg egy általatok készített, egy általatok már felvett humoros jelenetet, és áruljuk el rögtön azt is, hogy beszélgetésünk végén egy kis humoros jelenettel fogtok bennünket meglepni itt a stúdióban. Akkor jöjjön először a bejátszás. Harminchárom. Na. 2-0. Oh, my God, I shan't. Accorci che... Salve, Scorch! Hello! Servus, Bondi! Hallod, de van-e, hova lájúj? Hogy üljek le, Kovacsi? Tiszta mész vagyok, ember! Ne bolunk, hogy mi a bal, mondjad, ember! Ülj le, mert... Mondok, Balész orszak agyába, Bondi. Mondjad, ha mondom, a maszalek, ember! Itt vagyok, anyósomék! Na, mi a bal? Mi történt? Na, hallod, de... A harmadik napja jönnek a Facebookon az üzenetek, hogy azt mondják, a Facebookot le akarják törülni. Ma írt ez az izés, a nagy penge a Facebooknak a fennfaktása vagy fennfakvása. Ki? Bergember felé a sörös? Az a Zuckerdrücker, hogy hívják? Zuckerberg. A Zuckerberger mondod, ugye? Azaz. Na írt, és írt, hogy letörülik a Facebookot, Bandi. Mi lesz a 25 000 követővel, aki minket követ?
Mert Facebookon, akik követnek, hol fognak követni? Már megkezdték követnek az uton is. Tegnap bementem tankolni a Petromhoz. Hol? Az Asszegben voltam? Oda-oda. Bementem, vagy 5000-en jöttek utánam. Azt mondják, hogy törülik le a Facebookot, nincs hol kövessenek, követnek az uton. Mi lesz velünk, Bandi? 25000 ember elindul utánunk. Semmit sem tudunk elintézni normálisan. Ha letalálja törölni vala 25000 emberrel, oda megyünk, és az elektromos kapujal bérugódjuk, nef, és nem törül le hárbél azt a Facebookot. Jó, na, az úgy kéne beszélni, így fel annak, hogy megvan a számjának, a zükkendrükkérnek, hogy mit mond. Jó. Ha nem terülnék le, Bandika, mélyen se tudok aludni, s nappal se. Mondjuk nappal nem is fekszek le, de nem tudok éjjel, na. Hát nem tudom, hogy mit csináljak. S tudod-e mit, Karcsi, máskülönben semmi baj, tudod-e mit? Csinálunk-e feszek bukot, s ott aztán követhet az összes 25000 ember. Értetted? Jól van, Bandi. Valahogy intézzétek el a Facebookot, ne törüljék le. Na sír, Karcsi, na sír. Mert ha én is neki kell álljak sírni, nagy bajok leszek, értetted? Jól van. Na végeztél, gyere, bígyunk meg egy sört. És előtte egy pohár pálinka. Jó. És hallod, de az a múltkori bor, van ebből a múltkori borból? A bort még nem húzottam le. Na mindegy, na jó. Na szervusz! Vigyázz magadra, szervusz! Jól van, bassz. Szervusz. Na, hely meg van bolondul, vász is. Na mindegy, hely, mert az a bálé köt ide. Jaj, én sokat vettem le. Lennék kíváncsi, így láttuk a Facebooknak az első felét, mert akkor rögtön már el is mondom, hogy ennek lesz beszélgetésünk közepén egy folytatása is, ugyanis ez a Facebookos történet itt nem áll meg, és tovább vittétek ti is a szálat. És rögtön arra lennék kíváncsi, hogy hogyan épül fel egy ilyen jelenet, milyen témákat dolgoztok fel, mindig ilyen tágra nyitott szemmel jártok a világban, hogy akkor most ez is egy jó sztori, ebből is valamit csinálunk. Szóval hogy szokott nálatok történni? Kinek milyen szerepe van? Hát a humor az ott van mindegyikünk életében, mindig mi is éljük ugyanúgy a mindennapi életünket, és akkor ott nyilván, hogy rengeteg olyan szituációval találkozunk, amit azonnal megfogunk, leírjuk vagy telefonba, vagy valahol, hogy na, ezt jó lenne megcsinálni, kiparodizálni a mindennapok emberek történetét. Uh-huh. Igen, általában mindig úgy szokott történni, hogy jön az ötlet, azt leírjuk, aztán a többit azt magunktól összeülünk, és úgy jön, és vesszük láncsa végre. Aha, tehát nincsen egy konkrétan egy szövegkönyvetek, hogy így betanuljátok, hanem folyamatosan azért van benne impro is? Hát ez nagy részt, 90%-ban minden impróra épül. Ha megvan egy csontvas, azt felépítjük, hogy na erről kell beszélni, erről, ez jó lenne, ha elhangzana, azért van ilyen, de úgy, hogy betanult szöveg nálunk nincs. Aha. Vagy hogyha teszem fel, megcsináljuk a videót, legalább egyet meg elkészítünk, akkor már megint ugyanúgy nem csináljuk vissza, tehát nem írjuk le ugyanazt megint, hanem megint egy más. Tehát ugyanarról szól, csak másképp. Tehát nincs két-egyforma. Nincs két-egyforma. Jelenet. Na és akkor azért csak kérdezzem meg, hogy a pittyes, kettes és gyufanév az honnan jön, vagy mi áll ennek a hátterében, milyen kis történet? Hát ennek a dolognak, a névadásnak a története az, hogy Hengyelkár nagytatának az volt a beceneve, hogy Pittyes Feri bácsi. Aha. Szentléleken úgy volt ismert a szülőfalujában, és akkor gondolkodtunk, hogy na mi lenne jó névnek. És akkor így jött előre, volt a Pittyes kettes, aminek én voltam a tagja Istvánnal. És aztán majd mikor Gyufa csatlakozott hozzánk 2012-ben, akkor jött hozzá az ő neve is. Tehát Gyufa ez a beceneved. Így van. Aha.
És tulajdonképpen hogyan ti már régóta ismeritek egymást, ez egy barátság vagy ismerettségen alapult, mikor indultatok, és konkrétan ez volt a tervetek, hogy úgy befuttassátok ezt a kis humortársulatot, vagy a ti triótokat, mert hogy szép nézettsége is van a közösségi oldalakon. Hát ez... Azért jöttünk. Ha rosszat mondasz, válaszol. Hát ez az egész, ez nem tudatosan működik. Ez soha nem volt az, hogy most azért népszerűségét csináljuk, vagy hogy elérjük valamilyen célt. Most már azért dolgozik bennünk, hiszen rajtunk arra, hogy minden videónak, vagy minden olyan szónak, amit elejtünk a videóban, azért már van valamilyen nyomot, hogy az emberekben. És minden jelenetleg már lassan súlya van. Tehát az emberek bennünk azt vettük észre, hogy menedéket látnak, egy tükröt, amit szembe tart. Ők is beismerik, hogy hát jó mondja, hogy mi is ilyenek vagyunk. És mit akartam mondani még? Fogalmam nincs. És tehát az, hogy nem tudatosan készül egy videó se. Nem tudom még mit mondtam, úgy belépve van. De nézzük meg azt, fiúk, hogy, tehát, hogy vannak szerepek, igaz? Tehát, hogy azért mindenki mindent csinál a társulaton belül. És ugye egyszeri alkalom, mennyire nehéz egy ilyen kis humoros jelenetet felvenni, mert hogy gondolom sokszor ti is elnevetitek magatokat. Persze, az egyáltalán nem könnyű. Sokszor, amikor ugye leülünk, van egy most már idéntől, jött egy nagyon jó profi kamerásunk, és ő szokott videózgatni nekünk. És tehát sokszor van, hogy nekifogunk, megpróbáljuk felvenni a jelenetet, de egyszerűen az sokszor kibírhatatlan, amikor egymásra nézünk. És nem akar összejönni rendesen. Igen, tehát mindig nehézségekkel jár ilyen szempontból, de általában hamar. Most már megismertük annyira egymás, hogy tudjuk egymás mimikája, de azt azért nem tudnám mondani, hogy csak így simán fel tudjuk venni röhögés nélkül. Hát háromszor, négyszer általában, mindig újra kell vegyük már. Ki kell kacagjátok magatokat? Hát volt olyan is, hogy nekifogtunk, szinte végeztünk, és akkor gyufa bevágott valamit, csak akkor mi nem bírtuk már, ha egyet jót kacagtunk. És akkor na vegyük újra. Aha. Na hát akkor kacagjunk mi is még egyet, mert hogy ennek a Facebookos jeleneteteknek, vagy történetnek még van folytatása. Ugye Zuckerberg, vagy hogy hogyan nevezitek? Zuckerberg. Ez nagyon jó. Jó, tehát akkor nézzük a folytatását. Halló? 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 Mr. Zuckerdrücker? Yeah, hello? Who are you? I am Karchi. I am Karchi de la nam. I am Karchi from Feszeg. Karcsáj! Da, igen. Jó. Yes. Yes. No, I don't know you. Who are you? What do you want from me? No, azért hívom... I call you... Because about the Facebook. What, the Facebook? Érted, the Facebook. You do the Facebook. You. Okay. Okay, I understand you. No. Azt akarom... Ugyanis... Please... Please no delete the Facebook. What, please? No delete. No, I have to delete the Facebook because
I have to delete, I'm sorry. I'm so sorry, I know that... Delete, delete. No, no, no. No delete, no delete, Mato. Because... what happened the followers? 25,000 followers. Sorry? What is the language what you use to speak? I don't know what you're speaking. No follow, because the followers no follow me. Hát hanszor mondja már. I don't care about your followers, because they're... I have too many million, billion followers, but I don't care, man, you know? No delete, no delete, no delete. But a lot of followers no follow me. How follow the followers? No follow. I have to delete the Facebook because there are a lot of idiot people who are loading up nude pictures and they sell potatoes on the internet. No delete, no. No, I have to delete because there are a lot of people who are doing nothing, just all day they are on Facebook, and I have to delete because they must do something, you know. No speak, mat nem értem. No, no. No understand. No. No delete the Facebook. No, I have to delete the Facebook. No, don't tell me. You know what? Delete the Facebook. Please delete the Facebook because I have a Facebook and other Facebook where the followers will follow me. Menj a nagy nyavajadba, bele akkor, delete. I please speak English, man. I can't understand you. Go to the big nyavaja. Big nyavaja. Go to the big nyavaja. Because we have Facebook already. Szerusz. Okay, okay, you will see. Úgy felidegesítette. Na tudjátok-e mit? Kövessetek azután a Facebookon. Mert ott biztos azt nem törülik. Ne valaki ismerősnek jelent. Kövessetek a Facebookon, mert az biztos, hogy nem fogják törülni. Tehát, írjatok le, papi szerúzó, írjad le. Facebook.com. Na azon kövessetek. Menjetek a nyavajatokba belé. Szerúztok. Nos igen, tehát akkor ez volt a Facebookos történet, amit ti így kiparodizáltatok, vagy feldolgoztatok, és kicsit a humor oldaláról mutattátok meg nekünk ezt az egészen nagy volumenű történetet, ami világot ugyancsak felbolygatott és megmozgatott, mert hát mindenki erről beszélt. És nehéz egyébként ezt a műfajt űzni. Nekünk nem munkás, szórakozás. Szórakozás az senkinek sem nehéz. Aha. Viszont van benne azért egy olyan, hogy amit mi előre helyezünk, tehát azért nagyon fontos, hogy úgy csináljuk az egészet, hogy ne legyenek konfliktusok, aztán a videó után próbálunk, hogy senkit ne sértsünk meg. De ezt elkerülhetetlen az a baj ebbe a műfajba, tehát mindig van, aki maga arra veszi, maga arra ismer, de nincs szándékunkban senkit megsérteni, ez csupán a véletlen műve, amikor így sikerül. Igen. És próbáljuk azt, hogy tehát a mindennapi élet, ami történik velünk, hogyha bemész valahova, sokan kérdezik, hogy honnan jönnek, hogy jönnek ezek az ötletek. Hát, ezek ilyen példák, hogy például amikor nekünk volt az, amikor a rendelőbe ugye álltunk. Mert... Orvosi rendelő. Az velem történt meg, hogy tényleg szó szerint, tehát nem volt senki a váróteremben, én ültem egyedül a széken, megjött valaki, odaállt, doktornő itt van-e? Hát mondom, ott van. Megállt az ajtó mellé, tehát mondom, ketten voltunk, de ő ott kellett legyen, már őket az első legyen. Én igen, láttam ezt a videót. Aha. Ezt próbáljuk, és akkor mindenki rá is meg, hogy tehát tényleg igazatok van. Aha.
Igen, tehát hogy ismerős képeket, Igen. szituációkat hoztok a hétköznapokból. Így van. És próbálunk minden videóban üzenni az embereknek, hogy azért jó lenne arra odafigyelni, hogy ezt ne csináljuk meg. Aha. Tehát egyúttal üzentek is. És egyébként hogyan ismeritek magatokat? Ilyen humoros, vicces, laza emberek vagytok, és sokan így, vagy összemosódik ez a két énetek, ugye a civil énetek és a humortársadalomban, a humortrióban betöltött énetek? Vagy hogy érzitek? Egyáltalán le lehet választani? Le lehet valamilyen szinten, le lehet, sőt, közben van, amikor a humort félre kell tenni, vannak olyan percek is az életünkben, mindennapjainkban, viszont mindig úgy próbálok én személy szerint hozzáállni a dolgokhoz, hogyha egy nagyobb, egy probléma ott is például sokkal könnyebben meg tudok oldani, ezt magamon tapasztaltam, hogyha egy kicsit oda humorosan állok a dologhoz hozzá. Most például a munkahelyemen ott nem igen tudok humoros lenni, amikor arról van szó. Próbálnád meg. De amúgy így, igen, a hétköznapokat ezt próbáljuk. Aha. Adrián István, hogy vagytok ti ezzel? Tehát hétköznapokban is egyébként ilyen beállítottságú emberek vagytok? Hát én mondhatom azt, hogy elég lazán veszem az életet is, meg videóban is ugyanúgy magam vagyok, mint a magánéletben is. Ott sem szerencsére nem kellett soha megjátszódjuk magunkat a videókba. Jó, amikor Hengi női szerepet játszik, akkor meg muszáj, az nem lehet. De a nagyban nem játszódjuk meg. És nem megy rosszul. Hát, próbálkozok. Nem játszottuk meg soha annyira önmagunkat, úgyhogy az, ami nagyon jó, hogy így, ahogy vagyunk, elfogadtak és szeretnek. Így a beszélgetésünk vége fele azért fogalmazzátok meg nekünk, hogy szerintetek miért fontos a humor? Itt már érintettél ugye egy fontos részét ennek. Miért fontos, igen, egy kicsit mindenben, hogy egy kicsit hajszálon is, de hogy ott legyen bennünk? Szerintem jobb, hogyha egy nap nem, tehát most ha rossz kedve van, hogy valami történik, hogyha valaki van a családban, vagy így barátok között is egy olyan, aki mindig feldobja a napodot, szerintem már eleve az, ennél jobb dolog nem kell. És a másik az, hogy pozitívan, és hogyha nevetsz sokat, az akkor tényleg, ha valami történik, és úgy fogod fel, hogy megtörtént, de na, az van, kell lépni, igen, hogy akkor ne álkáskenjél, mert ha elszomorodsz, akkor mindenki körülötted, és akkor mindenkit lehúzol magad mellé. És akkor, hogyha nem pozitív dolgokra átérünk. Igen, hát igen, pozitívra. Most a pozitív, aki igen, pozitív, igen. Most az... Igen. Az nagy bajban van, igen. Két hetet otthon ül egyszer, ugye. Aha. Hát humor nélkül nem szabad élni szerintem. Az olyan, mint a levegő vagy a víz. Na, számunkra. Aha. Úgy gondolom, igen. Hogy az annélkül nem érdemes. Ez érdekes, és hát reméljük, hogy így az ó év utolsó napján, vagy 2020-as év utolsó napján, hogy itt voltatok, tudtunk csalni pár mosolyt, kacagást az emberek arcára, vagy vidám perceket. De hát akkor utolsó kérdésem, és akkor azt mondjátok el nekem, nekünk, hogy végül is akkor ki lesz a polgármester? Hát most én. De? Én jövök. Aha. Hogy te? Hát úgy van, hogy én leszek. Hát én akarok lenni, most én vagyok az alpolgármester, hogy akarsz megint polgármester? Felültetni, mit De csinál? De megint ne kezdjél, tehát azt beszéltük, hogy én leszek a polgármester, akkor még kell kezdjen megint. Hát hogy akarsz te lenni, ember? Megint kezdjél, mondtam, ne hozzuk el. Odaültettük, mit csinál? Semmit. De őt ezért simogattad magad, ennyit tud csinálni. Megint kezded a hülyeséget. Jó, de most itt a kedves hölgy előtt ezt nem kell fokozni, és nem kell semmi baj. Gyalatlankedni. Hát azt csináljátok örökké. Az ember meg se tud indulni veletek sehova, mert fázta a hülyeség. Na ültass fel akkor, intézz el, még jobban a sorsunkot. Menj el, megint felfelé, és jöttünk most Marosra, és megvették két szendvicset. Az egyiket nem ettem meg. Hát a szemem kívánta, mi van vele, ha a szemem kíván? A szememnek ennek sok mindennek kíván az a házat. Pedig ott még elfért volna. Na, hát akkor vedd meg. Az a baj, hogy meg kell tanulni viselkedni. Többet nem viszünk soha. Na, rendben vagyunk akkor. Fejezzétek be aztán itt, és ne járossatok le. Kisasszony, az élőben mér? Ez élő? Nem, visszafelé mér. Miért nem szóltatok?
Meg kellett volna beletalkozzak legalább. Mondjuk itt talulni, ja, talulni. Na, cikit nem borotválkozni kéne, hanem megtanulni, hogy odaállni a dolgok. Én odaállok, de őt nem kell feltenni a pócra. A pócra egyelőre még. Én vagyok a pócra. Hát azt itt mondom. Tükettem. Kire annyit téged? Te. Hát téged. Akkor itt kérdések is azt mondja, hogy ki lesz a polgármester, vagy ki a polgármester. Na, ennyi az egész. Legyen vége a kis a polgármester. Hát fiúk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Szerintem ez a hirtelen váltás, hogy így rögtön belekezdtünk, így lehet, hogy sokan csak így kaptok el, hogy mi történik. De igen, egy jó kis rögtönzésben, egy jó kis improvizációt láthattunk most. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk ilyen messziről, hogy bár így maszkban is, de legalább az utolsó napon ebben az évben egy kicsit megnevettessetek bennünket, és hajrá! Nagyon köszönjük szépen, köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehettünk, üdvözlünk mindenkit, mi is. Boldog új évet kívánunk mindenkinek. Mert hova kell, melyikben nézzek bele? Bármelyikben. Bármelyikben. Lényeg, hogy legyen mit enni. Igen. A pipék előtt legyen víz. Úgy. És azt a villanyt le kell kapcsolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük, köszönjük mi is. Szilveszteri mozaikunk vége felé nézzük, milyen tartalmakkal várjuk még ma este önöket az Erdélyi Magyar Televízióban. Bor, dal, asszony, budavári palota koncert. December 31-én este 10 órától, itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Bújék 2021. Az új év küszöbén az a kérdés foglalkoztat, hogy vajon mi minden tartogat számunkra a 2021-es esztendő. És persze reménykedem, hogy visszatérhetünk megszokott életünkhöz, hogy újra átölelhetjük egymást. Minden esetre egészséget kívánunk mindenkinek, mellé meg kitartást és egy jó adag humort. Az év utolsó mozaikját láthatták, köszönjük, hogy együtt búcsúztathattuk el az új évet, és köszönjük mindenkinek, hogy nem csak az ünnepek alatt, hanem estéről estére velünk tartottak, hogy néztek bennünket. Természetesen azon leszünk, hogy az új esztendőben is értékes, érdekes és színes tartalmakat kínáljunk önöknek. Ugyanakkor hálás köszönet a televízió összes munkatársának. Válvetve dolgoztunk és segítettük egymást e nem mindennapi év során, amely folyamatosan új és új kihívások elé állított. A Mozaik szerkesztősége nevében pedig külön köszönet a vezérlős és operatőr munkatársainknak, hisz nélkülük nincs Mozaik. Na de elég a búcsúzásból, hiszen holnap január 1-én ismét én fogom várni önöket. Boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek, viszontlátásra!